Talán te is tudod, hogy én nemrégiben veszítettem el az édesanyámat. Tudom, és figyelve a mai napodat, amikor a szüleid üres lakásában jártál, hogy te magad egyébként ugye felnőttél, hát ezért megdobbant a szívem, hogy azt gondoltam, hogy nagyjából érezhetem azt, hogy te mit érzel ott. Mert ezek nehéz dolgok, bemenni egy üres lakásba, ahol... Ez egy műteremlakás, édesapám az festő volt, és annak minden kellékével, tehát ott vannak az ecsetek, ott vannak a pasztelkréták, ott van az ávány, ott van a félbehagyott rajza az íróasztalon, és egyszerűen még nem tudtam, tehát 4 éve halt meg apu, előtte 1 évvel édesanyám, és nem, valahogy még nem tudtam ezt az egészet így felszámolni. Lesznek ezzel kapcsolatban kérdéseim, nézzük meg, hogy mi történt ebben a lakásban az előtt. Megyek a szüleim lakásába, amely egy ilyen nagy lelki pupa hátamon, nem valahogy ilyen érintetlenül akarom hagyni, ameddig csak lehet. Ez volt apám műterme, lehet látnia. Semmit nem mozdítottam el. Különben ez is annyira szép, nézzétek csak. Ez egy pasztel készlet. Tehát ehhez még szinte hozzá se értem. Havi rendszerességgel jövök, vagy 2-3 hetente. Lassan ettől így el kell tudnom távolodni, mert itt van ez a lakás, és gyakorlatilag avul. És de hát olyan gyönyörűek ezek a rajzok is, és hogy ezeknek is így a sorsát így ki kell találnom. Meg ez is olyan szép. Ezt is egyszer lehet, hogy beteszem egy, akár lemügyendáztatom, akár beteszem egy keretbe, mert ez is ő. De hát nem lehet az ember örök életére így a múltba révedő figura. Apám pipája. Apám lázdohányos volt. Tulajdonképpen ez okozta a halálát. Én emlékszem olyanra, hogy 2 cigi égett a kezébe. Egyik az egyike, és akkor még ez is, akkor azt a másikat elnyomt. Például az anyukám gyönyörű nő volt. Lehet, hogy ezzel udvarolt apu anyunak, hogy készített róla egy portrét. Szép kép. Szomorú. Igen. Ja. Te miért jársz fel a lakásba egyébként hetente? Hát figyelj, vannak ezek a teendők, hogy ki kell venni a postaládából a sárga csekkeket, azokat el kell utalnom, mert azért érkeznek oda dolgok, meg azért igen, időnként oda megyek, megnézem ezeket a könyveket, meg a rajzokat. Apám az mindig úgy olvasott, hogy aláhúzott a könyvekben mondatokat, meg berakott, ezt lehetett is látni a bejátszásban, hogy berakott ilyen kis posztiteket, meg könyvjelzőket. És akkor így megszoktam nézni, mit tudom, ott egy Seneca könyv, és így kinyitom, és hogy vajon miért ide tette azt a könyvjelzőt, hogy mi tetszett, vagy mi volt neki ebbe fontos. És tudom, hogy az embernek az otthona az igazából a lelkébe van, és ez csak egy hely, ez csak egy lakás, és ebből túl kéne lépnünk, és mert én nem lakom ott, vagy nem is tudnék már ott aludni szerintem, de mégis még egyelőre ilyen kvázi érintetlenül van. Nem adtam ki 5 éve, pedig ki lehetne, és gondolkodom a sorsám. De én ugyanígy vagyok az édesanyám lakásával, ami tök üres most, és néha, hogyha bemegyek, akkor hát azért néha úgy érzem, hogy nehéz. Szóval ráül azért egy kő a szívemre, akkor és csak téblábolok helyenként. Szóval nézegeti az ember a régi tárgyakat, hogy emlékeit fűződnek egy csomó mindenhez. Néha fölér egy ilyen kis lelki harakiri. Igen, és mit csináljak velük, hogy betegyem egy dobozba ezeket a tárgyakat, és vigyem el egy párátlanított raktárhelyiségbe, ahol el vannak. Aztán mi lesz velük 5 év múlva, 10 év múlva? Kidobni nem fogom, hát azt nem lehet. De hazavinni se akarom, mert amik annyira fontosak voltak, azokat már hazavittem, és kitettem egy kis szobrocskát, vagy eltettem egy ceruzát, mert egy elképesztő, annyira apám volt, hogy egy ilyen kis ceruza csonk, és a végére rá van tekerve egy drótocska. Vajon miért csinálta? Akkor jobb volt az egyensúlya? És az betettem a kabátom zsebébe, és azzal szoktam például lottót kitölteni. De még nem hozott szerencsét. Nem hozott még szerencsét. Pedig gondoltam, hogy na, ez a szerencsét fog hozni.